Hírháttér műsorunkat látják, mai műsorunkban bővebben beszámolunk a magyarországi választásokon való részvétellel kapcsolatos tudnivalókról. Utána járunk, hogy mi a VMDK álláspontja az anyaországi voksolással kapcsolatban, és bemutatjuk, hogy hogyan támogatja a tartományi kormány a nemzeti tanácsokat. Tartsanak velünk! Szombaton 16 óráig regisztrálhatnak azok a külhoni magyarok, akik levélben szeretnének szavazni az április 8-ai magyarországi parlamenti választáson. A külképviseleti szavazáshoz pedig március 31-e az átjelentkezés határideje. A Nemzeti Választási Iroda a napokban elkezdte kézbesíteni a szavazási levélcsomagokat. A kézbesítés igénybe vesz néhány napot, ezért leghamarabb péntektől érkeznek meg a levelek a szavazó polgárokhoz. Már nagyon várja a szavazási levélcsomagot a Bajmoki Berkes Orsolya. Első alkalommal vesz részt a magyarországi országgyűlési választáson, és mint mondta, levélben fogja leadni a voksát. A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak, de csak az országos pártlistákra. Szerintem azért fontos, mivel az anyaország nagyon sok mindenben támogat minket, úgy vélve arról is, hogy ugye a szülőföldön magyarul pályázatokkal, illetve a Prosperitátinak a pályázatjaival, és én idén fogok először szavazni, és azért szeretnék mindenkit biztatni, hogy szavazzon, mivel szerintem így tudnak meghálálni az anyaországnak, hogy támogat bennünket, úgymond külföldi magyarokat. A Magyarországi Nemzeti Választási Iroda ezen a héten postázza azoknak a külföldön élő magyar választóknak a szavazási levélcsomagját, akik levélben voksolhatnak. A Nemzeti Választási Iroda már több mint 370 ezer külhoni magyar választót vett fel a névjegyzékbe. Szakács József magyar állampolgárként született, azonban csak nem 60 évet kellett arra várnia, hogy szavazhasson a magyarországi országgyűlési választáson. Végre mi is megkaptuk itt azt a lehetőséget, hogy szavazzunk Magyarországon, ugye az anyországba, mint magyar állampolgárok. Én jó magam annak is születtem magyar állampolgárnak, sajnos 60 évet vártam, hogy visszakapjam, és most nagyon szükségét érzem annak, hogy részt vegyek egy ilyen szavazáson, és kinyilvánítsam a véleményemet arról, hogy milyen kormány lesz, és a jövőben mi a külhoni magyarok biztosítva legyünk arról, hogy nem veszi el tőlünk senki esetleg ezt az állampolgárságot, ahogy valamikor 60-ennyi évnek ezelőtt egy tolvonásra visszavonták. A bajmoki nyugdíjas ugyan rendelkezik anyaországi lakcímmel, mégis inkább a szabadkai konzulátuson adja le a szavazatát, mivel azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, a külképviseleteken szavazhatnak. 2009 óta a magyar állampolgár vagyok, akkor sikerült visszakapnom, és én már voltam kétszer is szavazáson, úgyhogy nem először szavazok. Na most egyszer szavaztam Magyarországon, mert lakcímem ott van, de viszont most azért itt a szabadkai konzulátuson szeretnék szavazni. Miért döntött így, hogy itt Szabadkán fog szavazni? Hát egyrészt azért, mert már idősebb vagyok, és akkor az utazás fel Budapestre, ott vagyunk bejelentkezve, ott a fiam, ott az unokáim, de az utazási körülmények miatt könnyebb itt Szabadkán elintéznem ezt, és akkor itt szeretnék szavazni. A jelentkezési határidő vége előtt már mintegy 37 ezeren vetették fel magukat a magyarországi külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbevételhez szükséges kérelmet március 31-ig lehet benyújtani. Magyarország szabadkai főkonzulátusán meghosszabbított nyitvatartási idővel várják a levélszavazatokat. Babit János főkonzullal Juhász Gábor beszélgetett. Hétfőn kezdték el az anyaországi választásokra szóló szavazási levélcsomagok postázását a külhoni magyarok számára. Ezzel kapcsolatban kérdezem Babit János szabadkai magyar főkonzult. Főkonzul úr, mikorra várható, hogy megérkezzek zenek ide, Vajdaságba, illetve Szerbiába ezek a levélcsomagok? Jó napot kívánok, köszönöm szépen az érdeklődést, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen Vajdaság szerte valóban Magyarországról most kezdődött el.
ezekben a napokban a kézbesítés, én azt az előző tapasztalatok alapján ez néhány munkanapot vesz igénybe. Feltételezem, hogy az első levélcsomagok ezen a héten pénteken, illetve jövő hét hétfő körül érkeznek majd a szavazó polgárokhoz. Mit tartalmaznak ezek a levélcsomagok, milyen dokumentumokat? Ezek a levélcsomagok gyakorlatilag már a szavazó csomagot tartalmazzák, tehát az ott található tartalom alapján lehet szavazni. Azt hiszem, hogy azért a szavazópolgárok már ismerik nagyjából ezeket. Egy külső boríték, benne egy adategyeztetőív, és egy belső boríték, kisebb boríték, amiben meg a konkrét szavazólap lesz benne. Ezeket kell majd visszajuttatni, tehát ezekkel lehet majd szavazni. Többféle módja lehet a levélszavazásnak, az egyik a szerbiai posta útján, díjmentes ez a küldemény visszaküldeni az MVI részére. Ezek a levél borítékok, a külső borítékok az MVI számára már megvannak címezve, tehát se fizetni, se címezni nem kell, ez az egyik lehetőség. A másik pedig a főkonzulátusra bejuttatni, hiszen két hétig az úgynevezett postaládák a levélszavazatok fogadására ki lesznek helyezve. Mire kell odafigyelni a levélcsomagok kitöltésén? Ugye itt ezek az adategyeztető íveknél itt szoktak lenni bizonyos gondok. Mire figyelmeztetni ön a szavazópolgárokat, hogy mire figyeljenek oda? Igen, a személyes adatok kitöltésénél vannak olyan típus hibák, amelyeket az előző szavazások, illetve népszavazás alapján sikerült beazonosítani, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet először is. A kitöltés a magyarországi okmányok alapján történjen, tehát azzal a helyesírással, amivel a szavazópolgár magyar okiratán rendelkezik. Honosítási okirata, illetőleg LIG kártyája, tehát lakcímigazoló kártyája mindenkinek van. Ezen kívül több szavazópolgárnak van magyar útlevele vagy magyar személyi igazolványa is, tehát azt a helyesírást kérjük alkalmazni. A második dolog, hogy Magyarországon a közigazgatásban személyi azonosító adat az illető édesanyja születési vagy leánykori neve. Tehát ez a környező országok államigazgatásában nem használatos. Erre is kérünk figyelni, hogy a magyarországi dokumentumokon ez szerepel, és kérjük, hogy az édesanyja nevét is tüntessék fel a megfelelő rovatban. És egy harmadik dolog az aláírás. Tehát a fenti adatok pontos kitöltése sem eredményezhet érvényes szavazatot, hogyha a választópolgár saját aláírásával ezt nem igazolja a lap alján. Tehát nagyon fontos, kérjük szíveskedjenek ezt a lapot alul aláírni. Aki még nem regisztrált az anyaországi választó névjegyikre, az meddig teheti meg és milyen formában? Tehát két ilyen nagy adatbázis van, az egyik a levélszavazói adatbázis, ennek a határideje most ezen a héten szombaton 24-én zárul. Tehát aki már magyar állampolgár, de még nem regisztrált levélszavazóként, gyakorlatilag a mai napon az interjú napján szerdán ezt már csak úgy teheti meg, ha az interneten a Nemzeti Választási Iroda honlapján a választas.hu-n megkeresi az ehhez vonatkozó felületet, és ott interneten gyorsan tud még levélszavazóként regisztrálni. Természetesen a főkonzulátushoz forduló érdeklődőknek a helyszínen számítógép mellett tudunk segítséget nyújtani, és ha kérik, akkor még internetes felületen tudunk levélszavazás regisztrációját végezni. A másik nagy szavazói kör a személyes szavazók köre, akik a szavazás napján, tehát április 8-án szavazhatnak személyes jelenléttel, számukra március 31-ig nyílik meg a külképviseleti választói névjegyzékbe való bejelentkezés lehetősége, tehát 31-e a záró nap. Ügyelni kell arra, hogy gondosan kiválasszák azt a 124 magyar külképviseletből azt az egy városnevet, ahol szavazni szeretnének, és ezt követően végigmennek
relatíve egyszerű a bejelentkezés személyes adatok megadásával, utána az ő szavazólapjuk már arra a külképviseletre fog érkezni. A szabadkai magyar főkonzulátus milyen munkarendben várja majd a levélszavazatokat, illetve azokat a szavazókat, akik majd ugye április 8-án átjelentkezéssel fognak majd szavazni az anyaországi választásokon? A levélszavazás leadása jövő hétfőtől, március 26-ától lehetséges a törvény szerint a külképviseleteken, minden magyar külképviseleten. A Kárpát-medencei nagy külképviseleteken, tehát a szomszédos országokban levélszavazatot le is lehet adni, illetőleg azok a választópolgárok, akik kérték, hogy a levélszavazata a külképviseletre érkezzen, szintén ebben a két hétben felvehetik a szabadkai magyar főkonzulátusról is. Természetes igény, hogy a választópolgárok számára egy hosszabb nyitvatartással álljunk rendelkezésre, éppen ezért jövő hétfőtől kezdve reggel 6 órától este 10 óráig nyitva állunk a levélszavazó polgárok részére, mind a levélszavazat felvételére, tehát a szavazási levélcsomag felvételére, mind a leadására. Fontos megjegyeznünk, hogy közben lesz egy ünnep is, a húsvét. Április 1-én vasárnap és 2-án húsvét hétfőn nem lesz nyitva a főkonzulátus, de azt kivéve, tehát március 26-ától egészen április 7-ig szombaton ebben a rendben nyitva leszünk. Tehát reggel 6 órától este 10 óráig. Ekkor ezeken a napokon, ahogy említettem, a szavazási levél csomagot fel is lehet venni, és le is lehet adni. A magyarországi személyes szavazás napja április 8-a vasárnap. Ezen a napon is hosszabbított nyitvatartással állunk majd rendelkezésre, de mivel a törvény azt írja, hogy a magyarországi szavazókörök nyitvatartásához kell igazodni, ez azt jelenti, hogy április 8-án vasárnap reggel 6-kor nyitunk, és 19 órakor zárunk. Ezen a napon levélszavazati csomagot felvenni már nem lehet, csak leadni, illetőleg aki személyes szavazóként érkezik hozzánk, ezen a napon szavazhat személyesen a főkonzulátuson. Babics János, nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A közügyeket Szabadkáról Juhász Gábor tudósította. A magyar állampolgárság felvételére és az anyországi választásokon való részvételre buzdít a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. Csonka Áron a párt elnöke elmondta, a négyjegyzékbe való regisztráláshoz szükség esetén segítséget nyújtanak. A tervek szerint urnákat biztosítanak majd azok számára, akik nem tudnak személyesen eljutni a külképviseletekbe, hogy leadják szavazatukat, vagy nem bíznak a postaszolgálatban. Ezeket az urnákat a VMDK aktivistája a tervek szerint személyesen kézbesítik. A Csonka Áront Loboda Árpád kérdezte. Köszöntöm a nézőket! Április 8-án Magyarországon országgyűlési választásokat tartanak. Ezen részt vehetnek azok a vajdasági magyarok is, akik rendelkeznek kettős állampolgársággal, viszont állandó magyarországi lakcímmel nem. A témával kapcsolatban Csonka Áront, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét kérdezem. Jó napot kívánok, elnök úr! A VMDK milyen álláspontot alakított ki? Kit támogatnak a választásokon? A VMDK-nak még egyelőre nincsen testületi állásfoglalása ebben a kérdésben. Nyilvánvaló, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, és úgy gondolom, hogy a vajdasági magyarság is ebben érdekelt, hogy Magyarországon ismét egy olyan nemzeti kormány alakuljon, amely a továbbiakban is támogatni fogja a külhoni magyarság törekvéseit, annak fejlődését, gyarapodását. Ebben mi is érdekeltek vagyunk, és mi, ahogyan az előző években is, most is arra buzdítunk mindenkit, hogy elsősorban vegye fel a magyar állampolgárságot, regisztráljon, és tömegesen menjen el a parlamenti választásokra, szavazzonak, használják ki ezt a jelzési lehetőséget, mint választópolgárok, hogy melyek azok az igények, amelyek a vajdasági magyarságot érinti, mint a Kárpát-medencei magyarságnak a része.
Csak nem két hét, három hét van a választásokig. Miért nem alakítottak ki eddig véleményt? Tehát mire vártak eddig? Azért nem alakítottunk ki még egyelőre testületi véleményt erről, hogy külön melyik pártot vagy melyik csoportosulást támogatnánk, mert mérlegeljük a kampány során, ugyanis az autonómia, mint olyan ugye ismert, hogy a VMDK számára az elsődleges szempont, és hát azt szeretnénk valójában hallani a magyarországi parlamenti pártoktól, hogy kinek milyen a viszonyulása az autonómia törekvések iránt. És sajnos a kampány Magyarországon nem ebben az irányban megy, tehát nem ez a központi téma, de igazából még a pártoktól nem hallottuk, hogy mi is az, amit a külhoni magyarságnak ugye mint olyannak kínálnak. Általában belföldi témákkal vannak elfoglalva, és ezért jó volna, hogyha ebből a szempontból is meg tudnánk vizsgálni, hogy mi is az, amire számíthatunk, vagy mi is az, ami számunkra elfogadható. Azt azért mindenféleképpen alá kell, hogy húzzam, hogy a jobboldali pártok azok Magyarországon, amelyek támogatják ugye az autonómia törekvéseket, és mi is arra buzdítanánk, hogy a jobboldali pártokat válasszák ki, hiszen azok voltak, akik megtettek mindent azért, hogy a magyar állampolgárság kiterjedjen a külhoni magyarságra is, és természetesen azon belül is azokra buzdítunk, akik keresztény értékrendet képviselnek, úgyhogy nekünk ez a központi témánk, és ezt még nem hallottuk, azért nem alakítottuk ki a testületi álláspontot, azonban úgy gondolom, hogy ahogy az idő ugye sürget bennünket, ahogy közelednek a választások, ezt meg fogjuk tenni, és időben értesíteni fogjuk a választópolgárokat. Említette a jobboldali és a kereszténydemokrata keresztény értékrendekkel, tehát akkor ennek a logika alapján a Fidesz-KDNP pártszövetség önök számára egy megfelelő partner lehetne? Mindenféleképpen számítunk rájuk, és számba kell venni a Fidesz-KDNP-t, hiszen az egy olyan párt, ami az elmúlt időszakban bizonyította, hogy támogatja a külhoni magyarságot. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a külügyi politikájában nem mindenben értünk egyet a Fidesz-KDNP kormánnyal, különösen azokban a kérdésekben, amelyek Szerbiát illeti, azon belül lehet mondani a délvidéki magyarságot is. Jobb oldalt is említett. A Jobbik és Vona Gábor önök számára mennyire lenne elfogadható hatalmi párt, illetve Vona Gábor, mint miniszterelnök? Ebben az irányban, mint miniszterelnökként még nem gondolkodtunk, hogy esetleg Vona Gábor úr miniszterelnök lehetne. Én azt mondom, hogy várjuk meg a választásokat, és akkor nézzük meg, hogy ennek lesz-e valóság alapja. Az biztos, hogy a Jobbik egy átalakuláson esett át, tehát arról a szélső jobb oldalról elindított egy néppártosodási folyamatot. Az MSZP vagy az LMP, illetve a Demokratikus Koalíció, önök mennyire tartják elfogadhatónak azt, tehát mint vajdasági magyarok, az ő külhoni érdekvédelmüket, mennyire tudnának azonosulni az ő elképzeléseikkel? Hát mondjuk a Demokratikus Koalíciónak az elképzeléseivel semmiféleképpen nem tudunk egyetérteni, hiszen a Demokratikus Koalíciót egy olyan pártelnök vezeti, aki többszörösen már bizonyította, hogy külhoni magyar állampolgárságot nem igazán támogatja. Annak idején, ha jól emlékszem, Szanyi Tibor és nem is tudom, még talán két képviselő voltak az országgyűlésben, akik ellene szavaztak. Magyarországon a napi politika egyik legmeghatározóbb kérdése a migráns kérdése, a migránsok kezelése, valamint a határkerítés megléte. Önöknek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy a mi álláspontunk ebben a kérdésben ismert. Tehát mi többször is hangsúlyoztuk, hogy nem szeretnénk, mondjam úgy, hogy egy migráns parkoló lenni, se a kerítés ezen oldalán, se a kerítés másik oldalán. Ezért mi többször is hangsúlyoztuk, hogy nem elegendő csak Budapesten egy kvóta referendumon nemet mondani a migránsokra, hanem úgy gondoljuk, hogy Szerbiában is nemet kellene mondani a migránsokra, és ezért többször is már sérelmeztük, hogy
mondjuk Szabadkán, vagy más magyar többségű, vagy relatív magyar többségű településeken befogadó táborokat alakítottak ki. Kifogásoltuk azt is, hogy például Horgos és abban a határmenti sávban a migránsok csak úgy szabadon megbújnak a tanyákon, lopnak birkákat, juhokat, bűncselekményeket követnek el, és a rendőrség mint olyan nem reagál ezekre, hanem hagyja őket ottan szabadon mozogni. Úgy gondoljuk, hogy itt egy kicsit azért erőteljesebb fellépés kellene, és mindenféleképpen elsődlegesen úgy gondoljuk, hogy annak a magyar pártnak, amely részt vesz a köztársasági hatalomban, hogy egy kicsit erőteljesebben kellene kezelni ezt a kérdést. Elnök úr, köszönöm szépen. A közügyeket Laboda Árpád tudósított az Entáról. Több mint 60 millió dinárral támogatja idén a tartományi kormány a nemzeti tanácsok működését. A pénzt 15 vajdaságban működő kisebbségi önkormányzat között osztják szét. A támogatásokról szóló szerződéseket majd Újvidéken írták alá. Pető Attila Nyilas Mihály tartományi kormány alelnökkel beszélgetett a témával kapcsolatban. $60 millió 100 000 dinárral támogatja a tartományi kormány a nemzeti tanácsok működését. A részletekről most Nyilas Mihályt, a tartományi kormány alelnökét kérdezem. Nyilas úr, 15 nemzeti tanács részesül támogatásban. Miért tartja fontosnak a tartományi kormány, hogy támogassa a nemzeti tanácsok működését? Nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a támogatást. Évről évre ez történik, és a tartományi költségvetésben az idén is egy jelentős összeget láttunk elő erre a célra. Ez a 60 millió 100 ezer dinár 15 részre oszlik, és természetesen a kisebb létszámú nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek valamennyivel kevesebb összeget kapnak, a nagyobbak pedig többet, és persze függ mindez attól is, hogy mennyire szervezett a közösség, hány intézménye van, milyen tevékenységeket folytat ezen a 4 területen, amellyel a Nemzeti Tanács foglalkozik, emlékeztetőül az oktatásról, a művelődésről, a tájékoztatásról és a hivatalos nyelvhasználatról van szó. Így természetesen a magyar közösség részesül a legnagyobb összegben, a Magyar Nemzeti Tanács valamivel több mint 24 millió dinárt kapott ma, egy ilyen szerződést kötöttünk meg vele, és ez az összeg 4 részletben történik majd kifizetésre, az első részlet, az első negyedévi összeg az már a jövő héten. A tartományi kormány rálátása szerint a nemzeti tanácsok működésével elégedettek-e? Tehát ezt szeretném kérdezni, tehát hogy működnek nálunk a nemzeti tanácsok? Különbözőképpen működik minden nemzeti tanács, vannak igen jól működő tanácsok, mint például a Magyar Nemzeti Tanács. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kisebb létszámú nemzeti közösségeket képviselő nemzeti tanács általában nehezebben valósítja meg a működést, gondolom a különböző kádergondok és egyéb problémák miatt, de én összegében véve, minden figyelemben véve igen elégedett vagyok ezzel a működéssel, évről évre ez javul is még, és az a fontos, hogy a pénzügyi háttér, a források biztosítva legyenek ehhez. Nem csak a tartomány, a köztársaság is jelentősen hozzájárul a működéshez, a Magyar Nemzeti Tanács esetében pedig az anyaország is élen jár ebben, és ez mindannyiuk számára igen fontos. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A legnagyobb támogatásban a Magyar Nemzeti Tanácsot részesítette a tartományi kormány, mint egy 25 millió dinár rendeltetéséről. Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezte kollégánk. A Magyar Nemzeti Tanácsot mintegy 25 millió dinárral támogatja a tartományi kormány. Ha a részletekről most Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével beszélgetek. Elnök úr, 25 millió dinárról van szó. Mire fogják költeni ezt a pénzt?
két részből áll. Az egyik az magának a nemzeti tanácsnak a működésére vonatkozik, ez 19,5 millió dináról van szó, és 4 millió 800 ezer forint pedig fejlesztésre fog szolgálni. Mi a fejlesztést az elmúlt évek tapasztalatai szerint is elsősorban a médiára fordítottuk, és kiemelten mindig a Pannónia Alapítványt támogattuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a hét nap a magyar szó, mint társalapított intézményeink a tartományi támogatásból különben is részesül, viszont a Pannon most fölépülő médiaház azt hiszem, hogy nagyon sok pénzt igényel ebből a szempontból, tehát nagyon oda kell erre figyelni. És hát amit még szeretnénk elérni és megvalósítani, hogy esetleg a közszolgálati rádió és televíziónak, tehát elsősorban az újvidéki televíziónak és rádiónak, hogyha tudunk valamilyen eszközfejlesztést ebből előteremteni, esetleg saját forrásról, és akkor így együtt úgy gondolom, hogy elég sokat tudnánk ezekre áldozni. Ezek a pénzek, azt kell tudni, hogy ehhez kapcsolódik még a köztársasági támogatási keret, ez várhatóan az idejében egy 60 millió dinár lesz, és a 7 millió, 7,5 millió dinárt tudtunk az önkormányzatoktól az elmúlt évben támogatásra szerezni. Ez elég jó összeget jelent, tehát körülbelül 90 millió dinárára működésünkre. Nagy szükség lesz erre, hiszen tudjuk, hogy az idejében nemzeti tanácsi választások lesznek, és hát nagyon fontos az is, hogy a közösségeinket ne csak a működésre fordítsuk, hanem a közösségeinknek minél több pénzt tudjunk teremteni. Tehát egyrészt a média támogatás előtérbe kerül, az oktatási intézmények, kiemelt jelentőségű intézmények, a színmagyar iskolák támogatása, nem kiemelt jelentőségű intézmények is ebben vannak, és hát a kultúra és a hivatalos nyelv és írás használat területén is azt hiszem, hogy jól fog jönni ez a támogatási keret. Általában a költségvetésünk úgy szokott alakulni, hogy valamivel több, mint az egyharmadát magára a nemzeti tanácsi működésre tudjuk felhasználni, a szerbiai támogatásra gondolok, és a majd kétharmad részt pedig továbbosztjuk, hiszen az az egyik alapvető dolgunk, hogy az állam által fenntartott vagy finanszírozott intézményeket fejlesztés szempontjából még ilyen formában is segítsük és támogassuk. Egyébként a Magyar Nemzeti Tanács szempontjából is mekkora jelentőséget bír egy ilyen támogatás a tartományi kormány oldaláról például? Hát én azt mondom, hogy ha összehasonlítjuk, hogy a teljes szerbiai támogatás 90 millió dinár, és ebből 25 milliót a tartomány teremt elő, és azok a nemzeti tanácsok, amelyek a szűkebb Szerbiában élnek, tehát ennyivel kevesebb pénzt kapnak. Nyilvánvalóan a nemzeti tanács a legnagyobb összeget kapta most itt a tartományban, a népesség és a legfejlettebb infrastruktúrából adódóan. Ez egy nagyon nagy összeg és komoly segítség és támogatás, és hát hálásak is vagyunk egyrészt a tartományi kormánynak, és hát a mai ünnepség is arról szólt, hogy maga a kormányelnök is megtisztelte ezt a találkozót. Itt volt a kisebbségi titkár is, kormányelnök úr, Nyilas titkár úr is, tehát így együtt úgy gondolom, hogy a tartomány odafigyel a kisebbségekre, fontos nekik, és hát nem is véletlen az, hogy a 20 nemzeti tanács közül, és még a zsidó hitközség, ugye 21-ként van ebben a keretben, ebből 14-15 nemzeti tanács itt működik a Vajdaságban, tehát ez is arról árulkodik, hogy a tartomány megkülönböztetett figyelmet szán nem csak az őshonos lakosságnak, nem csak történelmi múltjából adódóan, hanem annak a multietnikus közösségnek is, amelyben a nemzeti tanácsok úgy gondolom meghatározói ennek a tájnak és ennek a közösségnek. Említette, ugye, hogy az összeg egy bizonyos részét a Pannon Médiaház építésére szánják. A Magyar Nemzeti Tanács szempontjából milyen jelentőséggel bír önök szerint, mennyire fontos a Pannon Médiaház működése itt Vajdaságban? Hát a működésére fogjuk szánni ezt a támogatást, és azért nagyon fontos, mert egy sajátos hálózatot tudott létrehozni eddig ugye a Pannon RTV, és hát bízunk benne, hogy most, hogy médiaházzal, tehát a magyar szó szabadkai szerkesztőség a hét nap, hogy oda kerül, és olyan együttműködés is alakult ki a Pannon RTV-nek a közszolgálati vajdasági RTV-vel, amelyek így együtt és a legkisebb a magánosításból adódóan felszámolásra került helyi médiákban dolgozó magyar újságírókat is felölelte. Tehát úgy gondolom, hogy egy példás
hálózatot, példás segítségnyújtást és az egész vajdaságra, délvidékre kiterjedő hálózatot próbál kialakítani a Vajdasági Magyar Média Ház, tehát ezért minden támogatást, segítséget megérdemel. A mi arányainkhoz képest igen szerény módon, hiszen a magyar kormánynak köszönhetően a legnagyobb támogatás éppen onnan érkezett, ami részben abból a szempontból is érdekes, és van egy logikai rendszer ennek is, hiszen rengeteg hír így kerül be a magyar média térbe, és hát a Kárpát-medence egyik legjobb tudósító hálózat, és a legtöbb híre egyebek között éppen ebből a házból kerül ki. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és a lehetőséget. A közügyeket Újvidékről Pető Attila tudósította. A jövőben az ügyfeleket nem büntetni kell, hanem tájékoztatni. Ez a célja a felügyelőkre vonatkozó új törvénynek, amely ugyan már több mint másfél éve életbe lépett, ám a gyakorlatban csak nemrégben kezdték el alkalmazni. Februárban az Országos Felügyelőség Koordinációs Bizottsága tájékoztatást tartotta a cégek jogairól és kötelességéről az ellenőrzések folyamán. Stábunk annak járt utána, hogy a megváltozott felügyeletek hozzáállása. Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium egy tájékoztató szórólapot osztott meg, amelyen leírják mindazon jogokat és kötelességeket, amelyek a felügyelők látogatásának folyamán megilletik a magánvállalkozókat. Bózsó Zsolt egy csaknem két évtizede működő teherszállító cég tulajdonosa szerint az Építésügyi Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium felügyelőssége a korábbiakban is korrekt vizsgálatokat végzett. Én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom az inspektorokkal, tehát bejelentkeznek egy-két nap előbb, bejelentkeznek, kijönnek, nagyon korrektul, tehát ők végzik a munkájukat, én amit ők kérnek papírokat, én ezt tudom nekik, igyekszünk minden szabályt betartani, igyekszünk mindent megcsinálni időben pontosan, tehát amint itt lássátok is, vagy lássák, hogy össze vannak rakva a lapok is, minden teherautónak van saját dossziéja, tehát abban szerepel minden teherautónak van saját sofőrje, és akkor itt szerepelnek benne az orvosvizsgák, szerepelnek benne a 6 hónapos műszaki vizsgák, a tahográfról, minden évben tahográfot kell hitelesíteni, úgyhogy, és az benne van, és akkor ezt az inspektor az általában úgy jön, hogy ő neki már fontosan föl van írva, nekem minden teherautó, minden kapcsolható eszköz, és akkor megyünk egyenként mindegyiket, átnézzük minden sofőrt, átnézi minden orvosvizsgát, átnéz. A lapokba azt, mivel két évre visszamenőleg kell őrizni, azt nem ellenőrzi az összeset át, hanem meg fogja szúrópróba szerűen elkéri valamelyik teherautótól, azt átnézi, és akkor ennyi. Másfél évvel ezelőtt lépett életbe a felügyelőségről szóló új törvény, amely elsődleges célja az volt, hogy kiszámíthatóvá tegye az ellenőrzéseket. 3 alapra helyezték ennek az ellenőrizhetőségét, illetve kiszámíthatóságát. Az egyik az éves, megjelentetett éves terv, akkor az adott tevékenység megfelelő kockázati kategóriába sorolása. A harmadik pedig az úgynevezett ellenőrző lapoknak a megjelentetése a felügyelőségnek az internet honlapján. Ennek a 3 dolognak az a lényege, hogy a gazdasági szereplők előre megtudják azt, hogy mire számíthatnak az adott gazdasági évben, ami az ellenőrzést illeti. Egyébként az eljárás maga, tehát a felügyelőségi ellenőrzés eljárása azzal kezdődik, hogy az eljáró felügyelő az ellenőrzött szubjektumnak átadja az úgynevezett felügyelőségi utasítást. Ez azért nagyon fontos, mert ennek a tartalma nagyon pontosan meg van határozva a törvényben, illetve pontosan ebben az utasításban kell, hogy legyen leírva, hogy az adott felügyelő pontosan miért, mikor és meddig fogja ellenőrizni az adott szubjektumot. Hoffmann Árpád csaknem 30 éve pékséget és cukrázatot vezet, így évtizedes tapasztalata van az ellenőrzések terén. A vállalkozó szerint az új törvény által meghatározott változások a gyakorlatban mára kezdenek igazán érvényesülni. Most a legújabb törvény szerint be kell, hogy jelentkezzenek 3 nappal előbb, megmondani, hogy milyen, mit néznek, mit fognak ellenőrizni, és ez
most a következőben úgy lesz. Idáig csak jöttek meglepetésszerűen, ideig az is volt a cél. Most a törvény is úgy rendelkezik, hogy ne a meglepetésszerűen rohanjuk le a vállalkozókat, hanem a törvény szerint is úgy írja, hogy inkább a megelőzést szorgalmazzák, hogy tehát nem fognak annyira rigorúsak lenni, inkább valószínű, hogy föl tudjunk rá készülni, a törvények attól elsők megvannak, tehát föl kell készülnünk rá, és akkor az eléve szerintem majd segítenek is, vagy úgy kéne, hogyha valami baj van, akkor ne csak a büntetés legyen a lényeg, hanem az, hogy mindenhol azért a jogi mederbe hajtsuk végeredményben a vállalkozásoknak a munkáját. A törvény a felügyelők munkáját is gyorsította, ugyanis a bejelentkezés által a látogatáskor nem történik meg, hogy akár a tulajdonos, akár a kér dokumentáció ne lenne a cég címén. Így mára már a gyakorlatban is tapasztalható az, hogy a törvény valóban a megelőzést tartja elsődleges célnak. A vállalkozók a felügyelőség honlapján értesülhetnek arról is, hogy az adott ellenőr mikor és milyen területen tevékenykedik. Az évi tervezet által előrelátott időszakban a cégek tanácsadói látogatást is kérelmezhetnek. A felügyelőség nyilvánossá tette az ellenőrzésekkor használt kérdéseket is. Az ellenőrző lapokat úgy kell elképzelni, mint egy kérdőív sorozatot. A kérdőívben körülbelül minden kérdés szerepel, amire a felügyelőségi ellenőrzés során az adott gazdasági szereplő számíthat. Tehát elolvasva ezeket a kérdéseket, illetve megfontolva a válaszokat, a gazdasági szereplő előre tudhatja azt, hogy milyennek minősül az ő tevékenysége. Ennek a kérdőívnek, illetve ellenőrzési lapnak az a lényege, hogy előre közvetítse a felügyelőség a gazdasági szereplőknek, hogy mire számíthatnak egy ellenőrzés során. Az ellenőrzés során felmerülő esetleges szabálytalanságokról jegyzőkönyv készül, amelyet a vállalkozó 8 napon belül készhez kap. Amennyiben azt gondolja az adott gazdasági szereplő, hogy szabálytalanul járt el a felügyelő, akkor két dolgot tehet. Kifogásolhatja az adott felügyelőségnek vagy az eljáró felügyelőnek a munkáját, amire kötelesek válaszolni 15 napon belül, vagy pedig az adott eljárásban hozott aktusokra fellebbez, illetve a megfelelő jogorvoslati eszközzel él. A vállalkozó indokait figyelembe véve a felügyelőség határozatot hoz a vétségről. A kisebb szabálysértések a megszabott határidőn belül pótolhatóak, nagyobb vétség esetén viszont a felügyelőség azonnal szabálysértési eljárást vagy büntetőjogi feljelentést indít. Sok cégtulajdonos azonban a mai napig nem meri kihasználni azt a törvényes lehetőségét, hogy az eljárás megindítását követően a bíróságon védje meg álláspontját. Addig, hogy kiegyezünk. Hát végre mindig önökig lesz igazuk, de hát egyelőre így van. Tehát mi jogi útra nem fordulunk azért, mert hát az ember elmondja neki, hogy nem így gondoljuk, és akkor sokszor ők is megértenek, de hát ő csinálja, ő feltalmazza szerint, és ha úgy érzi, hogy őnek igaza van, akkor megcsinálja a feljelentés, és a büntetés következik. A gazdasági vétségre kiróható büntetések 50 ezer dinártól 2 millió dinárig terjedhetnek, nagyságuk pedig a szabálysértés súlyosságán túl függ attól is, hogy az eljárást jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy ellen indították el. Az idén is színes programkínálattal várják az érdeklődőket a dél-magyarországi városban Mórahalomra. Egész nyáron koncertek, musicalek, táncszínházak, fesztiválok sorát kínálja a homokháti település. A változatos programok izgalmas helyszínekkel párosulnak, garantált kikapcsolódást ígérnek a család minden tagja számára. A bejátszás után egy interjút láthatnak Mórahalom polgármesterével, Nugrádi Zoltánnal. Hatalmas tapssal díjazta a közönség a Mórahalmi Patkólovas Színház előadását a tavalyi idényben. Egész Magyarország területéről és külföldről is érkeztek nézők a színvonalas produkciókra.
A Patkó Lovas Színházban idén 7 előadással várják az érdeklődőket. A Lovas Színház nagyon törekszik arra, hogy szinte egy 4D-s moziként értelmezhesse és élvezhesse a néző, akár mindegy hollywoodi történelmi filmet, azzal a különbséggel, hogy az esetek 90%-ában mi magyar hősöket keltünk életre, mint ahogy idén újdonságként Kincsem figuráját, illetve Kincsem, mint a világ leggyorsabb, akkori leggyorsabb lovának szellemét fogjuk életre kelteni. Most még üresen tátong a nézőtér, de várhatóan az idén is legalább akkora sikerre számít a társulat, mint tavaly. De nem csak színházi bemutatók színhelye a Lovarda, hiszen itt lesz megrendezve számos koncert is, többek között májusban a P-Mobil, júniusban pedig Zorán dalaira csápolhat a közönség, de itt mutatják be a Jimmy Musicalt is. A Lovarda lesz a színhelye a Kecskeméti Katona József Színház előadásainak is. Több éve már, hogy rendszeresen vendégszerepelnek a homokháti városban. Nagyon boldog voltam, amikor meghallottam, hogy a nyáron is terveznek előadásokat, sőt a nyári előadásoknak egy új helyszínt próbálnak majd kialakítani. Ebben is partner voltam, és tulajdonképpen talán úgy emlékszem, hogy múlt évben először a Tiéd a világgal szerepeltünk itt a Lovardában, jól mondom? És nagyon nagy sikere volt az előadásnak, úgyhogy ezen fölbuzdulva és fölbátorodva, gondolom mindkét részről, idén 2 előadással jelentkezünk majd Mórahalmon. Mind a kettő igazi nagy vígjáték. Az egyik a Család ellen nincs orvosság, Ray Cooney az író, a másik pedig Michael Fryan az írója, és az a címe a színdarabnak, hogy Függöny fel. Mind a két darabban nagyon sok helyzetkomikum van, szövegpoén van. Mórahalom a látogatók körében leginkább a gyógyfürdőjéről ismert, de a város vezetés sokat tesz azért, hogy a vendéglátásáról és kultúrprogramjairól is híres legyen. A település rendelkezik egy különleges kiállítással is, a Mini Hungary Parkban az ország legismertebb épületei találhatók meg mini változatban. A helyi TDM-ként az a feladatunk, hogy a programokat összeillesszük egymással, és az ideérkező turistáknak olyan kínálatot adjunk a kezébe, ami alapján a lehető legjobban fogja tudni eltölteni az itt töltött idejét, és minél szélesebb élményekben lesz része. Másrészt pedig ennek az intézménynek az üzemeltetőjeként is házigazda vagyok valamelyes, és kapcsolódási pontként elsőként említeném, hogy a makettek között megtalálható a Kecskeméti Katona József Színház makettje, tehát aki az előadás után átjön ide, az megkeresheti. Kapcsolódunk máshogyan is a Patkó Lovas és Szabadtéri Színházhoz, ugyanis az előadások napján, illetve a hétvégeken is hosszabbított nyitva tartással tart nyitva a park, pont azért, hogy a turisták, akik erre járnak, az előadások előtt akár a parkba is betérhessenek, és még egy élménnyel többet vihessenek magukkal haza. Itt a parkban programokat is szervezünk, ahogy az egész városban. Igyekszünk a hagyományokat egy kicsit felkarolni, húsvétkor lesz locsolkodás bemutató, pünkösthöz is kapcsolódunk majd különböző programokkal. Többek között gasztronómiai események is lesznek a városban. A homokháti sokadalom és a Rétes Fesztivál ebben az évben is várja az érdeklődőket, de a néptáncnak is külön hétvégéket szánnak. A nyár folyamán minden hétvégére jut egy esemény. Az idén is számos programmal várják az érdeklődőket Mórahalmon. Még 100 nap és ástartol a mórahalmi nyár. Ezzel kapcsolatban kérdezem Mórahalom polgármesterét, Nógrádi Zoltánt. Milyen programokkal várják az érdeklődőket? Ebben az évben különleges repertoárt állítottunk össze, hiszen a közszínházi produkciók után a Szabadtéri Színház nyári, fergeteges, kikapcsolódásra alkalmat jelentő programkínálatát a Kecskeméti Katona József Színház társulata fogja biztosítani fergeteges vígjátékokkal és komédiákkal. Ezen kívül szeretnénk az elének is hódolni, a Jimmy Musicalen keresztül bemutatni azt a sok ember szívét megdobogtató zenei élményrendszert, amelyet az egykori művész biztosított a rajongói számára, de a P-Mobil koncert, Zorán koncert is a repertoáron szerepel, csak néhány példát mondjak. Ezen kívül a Lovas Színház produkciói új darabokkal és régi nagy sikerű darabokkal egyaránt jelentkezni fog.
A táncot se felejtsük el, hiszen a Dél-Alföldtől egészen a Hargitáig utazunk, és a Hargita népi együttes segítségével mutatjuk be azokat a tánctájakat és azok kultúráját, mozgáskultúráját, amely nagyon szép élményt tud nyújtani az ideérkező kedves vendégeknek. A Homokháti Sokadalom a Létes Fesztivállal, a hozzá kapcsolódó Sörfesztivállal, a Szent István Kenyere Búcsú augusztus 19-én Kormorán koncerttel és a Fáklyás Körmenettel, illetve a néptáncnak szánt hétvégékkel, a fúvos zenének szánt hétvégékkel, a különböző gasztronómiai programokkal, szinte minden alkalommal, amikor vendégre számítunk és vendéget várunk a Homokháti kisvárosba, Mórahalomra, akkor nem csak a testet és a lelket, hanem az ízlésvilágot is bemutatva szeretnénk a jókedvet garantálni, illetve a kikapcsolódás minden feltételét megteremteni. Aki ide látogat a településre, az észreveszi, hogy napról napra egyre jobban fejlődik a település. Az önkormányzat mit tud ennek érdekében tenni? Folyamatosan azokat az intézményeket fejlesztjük, amelyek ezeket a produkciókat, ezeket a programokat szervezni, kezelni tudják. Kulturális intendánst alkalmazunk ma már azért, hogy ez értékrendileg is megmutassa a város törekvéseit. Ezen kívül nap mint nap olyan infrastruktúrális fejlesztéseken gondolkodunk, amely nem csak az életminőséget határozza meg az itt élők számára, hanem az ideérkező vendégeknek olyan élményt jelent, olyan infrastruktúrális hátteret jelent, amely mellett a felhőtlen kikapcsolódásnak minden adottsága megvan, rendezvénytelek, rendezvénysátrak, olyan muzeális és interaktív foglalkozásokra alkalmas területek, a Mini Hungary Park, a Lovas Színház, a Kocsi Múzeum, a hozzá kapcsolódó játékos lehetőségek, illetve mindazok az intézmények, mint például az olyan megalapított Kóló Balkán Színház, mind olyan városi kezdeményezők, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a közönség, aki ide érkezik, a vendég, aki ide érkezik, minden szegmensében, korosztályában megtalálja a megfelelő kikapcsolódási, szolgáltatási és szórakozási lehetőséget is. Ezért a város a felelős, és az, hogy megtalálja azokat a partnereket, színházakat, előadó művészeti csoportokat, kulturális intézményeket, művészeket és vendéglátókat, akik ezt megtöltik élettel. Januárban tették le az alapkövét a Szerb Kulturális Központnak. Hogyan, hol tart az építkezés? Ma már a falak épülnek, fejlődnek, haladnak, törnek az ég felé. Azt szeretnénk, hogyha a következő januárjában, Szent Száva napján megnyithassa a kapuit. Azóta is folyamatos a partnerség építése mindazokkal, akik ezt mind a vendéglátási, mind a gasztronómiai, mind a kulturális feltételeit, mind a szakrális egyházi feltételeit biztosítani fogják ennek az intézményi működésnek. Azt reméljük, hogy ettől egy olyan kulturális turisztikai intézmény nyitja meg a kapuit, amely nem csak a régióban, hanem az ország határokon túl is megmutatja önmagát, hallatja a hangját. Éves szinten körülbelül mennyi vajdasági látogat el Mórahalomra? A számlataink szerint 230-240 ezer fő lépj át a határt azért, hogy Mórahalmon akár a fürdő, akár a turisztikai létesítmények, intézmények, akár a kulturális intézmények szolgáltatásait igénybe vegye, és mi igyekszünk ezt az ideérkező vendég sereget, ezt a közönséget megtisztelni azzal, hogy a tudásunk legjavát adjuk, illetve igyekszünk mindig újabb és újabb attrakciókkal, fejlesztésekkel a figyelmet felszínen tartani a város és térsége irányába. Hogyan tudnak kedveskedni a szerb nemzetiségű ide látogatóknak? A Kóló ezért épül, érezzék magukat otthon, ahol megjelenik a szerb kultúra, a vallási események, előadó művészetnek és a gasztronómiának is mindaz az érdekessége, amely otthon is fellelhető. Reméljük, hogy ezt olyan minőségben tudjuk adni, hogy valóban autentikussá tudjon válni, illetve a turisztikai szolgáltatóink egyre szélesebb körben nyitnak a vendégeink irányába. Nyelveket tanulnak és igyekeznek megtanulni minden olyan különleges fogást, amellyel az ide érkező vendég míg pihen, míg újdonságot lát, tapasztal, úgy élje meg az itteni tartózkodást, hogy amit csak megtehetünk, értük azt a tudásunk legjobb
legjobbat adva sikerül is az asztalra tenni vendéglátóként, hogy visszacsábítsuk, visszahívjuk az ideérkezőket másik alkalommal is. A Szent Erzsébet gyógyfürdőben lesznek-e valamilyen újítások az idén? A gyógyhelyfejlesztési programok megvalósításán dolgozunk. Egyrészt a fürdő infrastruktúrája folyamatos megújításra szorul. Most egy olyan csendes wellness pihenőtér kialakításán dolgozunk, amelyben a szaunakultúra magas fokát reméljük, hogy művelni tudjuk, és az ideérkező vendégek, érdeklődők is megtapasztalhatják ennek a wellness kultúrának a jótékony hatását, úgyhogy közben nagyon határozott szakmai feltételeket biztosítunk. Tehát itt ebben a szaunakultúrában meg kell találni azt a pontos koreográfiát, amelyel mindenki az egészségének megőrzésére, a kikapcsolódásra a lehető legoptimálisabb körülményeket tudja igénybe venni. Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. A közügyeket Nagy Eszter tudósított a Mórahalomról. Ennyi fért mai hírháttér műsorunkba, köszönöm a figyelmüket, maradjanak viszont továbbra is velünk, hiszen hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel 7 órakor.